Ma már egy kozmetikai szalonhoz hasonlít az, ami a kormány kommunikációs gépezeteként működik. Hogy miért mondom ezt? Nyilván azért, mert látható módon mindent megpróbálnak másképp megmutatni, mint amilyen a valójában. Miről beszélünk? Hallgatom Selmeci Gabriellát, hallgatok másokat a kormányzat részéről, és azt hallom, hogy Magyarország abban a helyzetben van, amiben még soha nem volt. Minden jobb, sőt attól is jobb. Már az unokám is tudja, hogy ha foglalkoztatásról esik szó, akkor a statisztika az tényleg bűvészkedések sokasága árán tudja azt prezentálni, hogy azt mutassa, mintha Magyarországon több lenne a foglalkoztatottak száma. Egyszerű a történet, részletekbe bocsátkozás nélkül több százezer embert elüldöztek ebből az országból az elmúlt 3,5 esztendőben, akik máshol találják a boldogulásukat. Angliában, Németországban, Ausztriában. Ezek az emberek döntő többségükben munkatevékenységet folytatnak, és messze döntő többségük olyan, aki másfél évnél nem hosszabb ideje dolgozik odakint. A magyar statisztika meg az egy évnél nem hosszabb ideje a határon kívül lévő foglalkoztatottakat beleszámítja abba, ami olybá tűnik, mintha Magyarországon lennének foglalkoztatva ezek az emberek. És még sok egyéb más tényezőt hozzá lehet tenni. De a lényeg talán nem is a számokkal való bűvészkedésnek a cáfolata. A lényeg igazából az, hogy ha már ez nem áll össze olyan képé, hogy az emberek elhiggyék, mert hiszen a saját sorsukon keresztül tapasztalják, hogy ez igaztalan, akkor vezessünk be új mutatószámrendszereket. Akkor 2014-ben majd a foglalkoztatás leíró új mutatószámokkal, amelyek semmivel nem összehasonlíthatók, jöjjünk elő, mondja a kormány, és ez arra jó, hogy erősítsük azt a tévhitet, hogy Magyarországon jobb a helyzet. Bárki bármit mond, egy mondatban ezt úgy lehet összefoglalni. Magyarországon, ezen a 93 ezer négyzetkilométeren ma kevesebben dolgoznak, mint a pénzügyi gazdasági világválság beköszönte előtt, de kevesebben dolgoznak attól is, mint a 2010-es kormányváltás utáni első negyed évben. És sajnos az emberek messze döntő többsége kevesebbet érő pénzhez jut hozzá. Ez a szomorú helyzet, ezen kell változtatni. A szegénység mélyül, nagyon sokan már nem a szegénységet, hanem a nyomort ízlelték meg. Mélyül és szélesedik. Egyre többeket ér el, 4,5 millió ember él a létminimum alatt, 1,5 millió felett van azoknak a száma, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, és 1,5 millió ember pedig éhezik. Ez a mai magyar valóság. Erről nem beszélni kell persze, hanem ezt meg kellene oldani, hogy ne így legyen. Nem a szegények ellen kellene küzdeni, hanem a szegénység ellen kellene küzdeni. Nem olyan kinyilatkoztatásokat kellene tenni, hogy hátrahagyunk 3 millió embert, hanem olyat, hogy hogyan és miképpen hozzuk helyzetbe őket, hogy saját maguk tudjanak gondoskodni, saját maguk és a családjuk megélhetése érdekében. Tudják, ma felütötte a fejét a dolgozói szegénység is. Azok az emberek, akik munkatevékenységet tudnak folytatni, főleg az alacsony jövedelmi kategóriákban azt kell, hogy elszenvedjék, hogy kevesebbet érő pénzhez jutnak hozzá, mint mondjuk 3-3,5 évvel ezelőtt. A dolgozói szegénység mellett nem akarok részletekbe bocsátkozni, példaként a közfoglalkoztatottakkal foglalkozni, de azért azt tudni kell mindenkinek, hogy a közfoglalkoztatottak bérének a vásárlóerő értéke a kétharmados kormány jóvoltából az egyharmadát elveszítette. Tételesen 60.200 forint helyett, ami 4 évvel ezelőtt volt, ma körülbelül 42.000 forintot ér az a pénz, amit ők megkeresnek.
És ha nem is megyünk a mélyre, de mindnyájan tudjuk, hogy a pályakezdőket érintően, a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben élőket érintően milyen fajta torz helyzetek sokaságával kell szembenézni. Hogy a pályakezdő fiatalok közel 30%-a az utcán kezdi az életet, hogy ellehetetlenül. Ha nem külföldre vándorol, hogy a saját megélhetését biztosítsa, akkor esélye nincs. Az utca embere, a mindennapjait élő ember nagyon egyszerűen fogalmaz. Ők sokan azt mondják, lopnak, csalnak és hazudnak. Nehéz velük vitába szállni. Nehéz velük vitába szállni, gondolják csak végig. Mit értenek ők az alatt, hogy lopnak? Mondok példákat rá. Sokan azt mondják, azok a személyes megtakarítások, amelyek elkobzásra kerültek, 3000 milliárd forint, ez tudják mennyi? Ez annyi, mint a felső oktatásban 25 éven keresztül ez a kormány a mai 123 milliárd forintjával pénzt beletesz. 25 év felső oktatásának a pénze. De ugyanebbe a kategóriába lehet sorolni a munka világát érintően, mondok egy példát. A valamikori munkaerőpiaci alap 2011. Pénzeinek a felhasználása a közfoglalkoztatás tekintetében a belügyminisztériumhoz kerül át. Majd ebből a forrásból, amit nem használnak fel, 1183 millió forint, az nem oda kerül vissza a 2012-es nemzeti foglalkoztatási alapba, ahova való és törvény szerinti, a foglalkoztatási törvény szerinti, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium jóvoltából a központi költségvetésbe. Hát, ez is abba a kategóriába tartozik, ami az elkobzás kategóriája a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, hiszen az az alap messze-messze döntő többségében a munkadók és a munkavállalók befizetéseiből származik, és azért van, hogy a foglalkoztatottak helyzetének a javítását szolgálja, és nem azért, hogy a központi költségvetésbe tegyék át. Azt mondja az utca embere, és nehéz vitatkozni vele, hogy csalnak is. Példák sokaságát oda lehet állítani. Elemzés tárgyává lehet tenni. Trafikok, földügyek. És akkor nem kell részletekbe bocsátkoznom. És azt mondja az utca embere, a mindennapjait élő ember, hogy hazudnak is. Igen, azt mondom, hogy nem téved a tekintetben. Plakátokon hirdetik, szórólapokon azt, hogy a minimálbér növekszik. Orbán Viktor személyesen adja ehhez a nevét és az arcát. És mindnyájan tudjuk itt a teremben is és a termen kívül is, hogy a minimálbérnek a bruttója az tényleg növekszik. 2010-ben 73.500 forint volt, most 98.000 forint. Tehát több járulékterhet fizetnek a munkaadók ezután. De azt is tudjuk, hogy ennek a minimálbérnek a nettója 2010-ben 60.200 forint volt, most nem éri el a 64.200 forintot, de a vásárlóerőértéke, mert hogy azért inflálódás volt, az 55-56.000 forintot ér. Azaz, aki minimálbérért dolgozik, az kevesebb vásárlóerőértékkel bíró pénzhez jut hozzá. Ha bemegy a boltba, kevesebb terméket tud érte megvásárolni. Miközben azokat a plakátokat látjuk, amelyek a minimálbér emelkedését hirdetik. Egy szó, mint száz, érdemes elemzés tárgyává tenni ezeket a kérdéseket. És azt is, hogy igazságos-e az a rendszer, amely egy kulcsos személyi jövedelemadó rendszerén keresztül és az adójóváírások kivezetésével pont onnan veszel, ahol a legnagyobb szükség volt arra, vagy lett volna arra, hogy forrásokat hagyjon a kisebb jövedelmi kategóriákba tartozóknál. Hogy igazságos-e az a rendszer, amelyik a család támogatások tekintetében olyan adókedvezményt biztosít, ahol a tehetősek jóval több forrást tudnak lehívni. Jelesül én, vagy Orbán Viktor, ha három gyermeket nevelünk, Orbán Viktor még úgy tudom annyit a családban. Havonta az ő jövedelméhez illesztetten 99.000 forint nettó adókedvezményt tud érvényesíteni. A minimálbéres ember, ha tisztességgel három gyermeket nevel, 15.600 forintot. Ez az orbáni szolidaritás. Nekem erre nincs szükségem, és nagyon sokaknak ebben az országban.
És hogy néznek ki a lakhatási, a megélhetési költségek? Azoknál az embereknél, akik keveset keresnek, a megkeresett pénzükhöz illesztetten jóval nagyobb mértékű arányaiban, akár a lakhatás, akár a megélhetés, az élelmezés költsége, mint azoknál, akik jól keresnek. És ehhez jön a rezsicsökkentés, amely ebben a konstrukcióban azoknak kedvez leginkább, akik jól keresnek, sokat fogyasztanak. És mi van azokkal, akik szénnel, fával tüzelnek? És mi van azokkal, akik már szénnel sem és fával sem, hanem rongyal és sok minden mással? Szóval azt gondolom, ennek a kormánynak lett volna tennivalója, ezt ez a kormány sajnos elmulasztotta. Ez a 3,5 év elpocsékolt idő. Elpocsékolt idő, mert gazdaságpolitikájuk sem volt, vagy ha volt, az hiteltelen és kiszámíthatatlan volt, ami elriasztotta akár a külföldi, akár a hazai befektetői szándékokat, amelyek nyilván új munkahelyek teremtését is szolgálhatták volna. Ezekért, a dolgokért nyilván ennek a kormánynak mennie kell. És 2014 tavaszát követően pedig egy olyan kormánynak kell jönni, és fog jönni, amelyik kiszámítható, biztonságot nyújtó, és az emberek messze, messze döntő többségének az érdekében cselekszik. Példaként olyan cselekvési sort fog életre hívni, hogy Magyarországon minden családban legalább egy ember legyen, aki dolgozni tud, és azokon a jövedelmi szinteken, amelyek az alacsonyabb kategóriába tartoznak, a megszerzett pénzek, azok ne veszítsenek a vásárlóerő értékéből, mint ahogy az ebben a 3-3,5 évben megtörtént.